Vendégünk a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója, Doktor Bács Megi Gábor, köszöntöm stúdiónkban. Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat. Elérkezett az évvége, és visszatekintve igazán mozgalmas esztendő tudhat maga mögött a Munkácsi Mihály Múzeum. Az év egyik utolsó programjaként egy Csabai az őrült évek Párizsában címmel Jankai Tiborról nyílt egy időszaki kiállítás. Milyen volt a tárlat fogadtatása? Hát, hogy egy kicsit régebbi adóságunkat törlesztettük ezzel, hiszen az állandó kiállítást lebontottuk, és tervbe van véve egy újabb állandó kiállítás, azonban a pályázati források erre elapadtak jelen pillanatban, és bízunk abban, hogy újra megnyílnak a csapok. És addig is úgy gondoltuk, hogy a, a Real Lajos teremben folyamatosan Jankai Kolozsvári Tevan kiállítást fogunk nyitni, illetve az ő munkásságukat bemutatni, és Jankai Tiborra esett a választás, hogy először őt, az ő Pálya évéből mutatunk be egy szeletet, és a kurátornak az volt az elképzelés, hogy a párizsi éveket mutatja be, belehelyezve egy ilyen korhangulatba, illetve egy ilyen párizsi hangulatba, ami, ami nagyon tetszetős lett. Én, én nagyon ajánlom mindenkinek, mert, mert egy nagyon hangulatos és nagyon attraktív kiállítás sikerült. Jankai Tibor életében mekkora szerepet játszott Párizs és az ott eltöltött alkotóidő? Én azt gondolom, hogy akkoriban minden művésznek ez volt a vágy, hogy eljuthasson Párizsba, és ott megmérettesse magát, illetve ott szívja magába azt a, azt a milliót, ami esetleg inspirálóan hat a művészetére. Én azt gondolom, hogy ő is rendkívül sokat profitált ebből, illetve rendkívül sok benyomás érte. és De ez látszik is, hiszen egy egész tálatot tudtunk ennek szentelni, hogy ő, ő Párizsban élt és alkotott. A közelmúltban katonai eskütétel helyszíne volt Békés Csaba főtere, a Csabai Múzeum pedig ennek kapcsán egy különleges relikviát hozott el a hat történeti múzeumból. Mi volt ez a relikvia? Így van, először ugye megkeresett bennünket a 101-es területvédelmi ezred parancsnoka, a Lipták József Alezredes úr, és ő vetette föl, hogy esetleg erre az esküle nem tudnánk elkölcsönkérni a 101-es csapatzászlót, Azonban sajnos olyan rossz állapotban van, hogy a hadtörténeti múzeum nem tudta ezt nekünk biztosítani, szállításra alkalmatlan. Tehát ez egy nagyon-nagyon érzékeny jószág, és helyette viszont javasolták, hogy a zászló szalagot ide tudják adni. Hát akkor mi éltünk is ezzel a lehetőséggel, és akkor bemutattuk itt a Munkácsi Mihály Múzeumban, hazatért a, a zászló és hát nagyon-nagyon jó fogadtatása volt, hiszen azért később jöttek kadétok, és, és a katonák is elérzékenyülve tekintették meg, szóval nem egy mindennapi dolog. Van esély arra, hogy ezt a csapatzászlót a későbbiekben restaurálják majd? Hát ezt a hat történeti múzeum munkatársai tudnák megmondani. Én ö, talán jobbnak látnám, hogy egy másolatot készítsenek, és lehet, hogy lehetőség szerint akár kettőt is egyaból békés csabára kerüljön, ugyanis azért ezeknek az anyaga nem olyan, amelyik az idők viharával tud szembenézni. Hiába a egy egy állagmegóvást lehet csak csinálni, nem rontva tovább az állapoton, de ez így is olyan rossz, hogy, hogy sajnos nem kiállítható. Novemberben Békés Csabán tartotta idei őszi közgyűlését a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. A konferenciát itt első alkalommal rendezték meg. Mi volt ennek a jelentősége Békés Csabára nézve? Hát ugye azért a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége egy folyamatosan bővülő taglétszámú szervezet, és annak dac, hogy nevében benne vagy vidéki, tehát olyan, olyan tag, tagjaink is vannak, mint például a Nemzeti Múzeum, illetve a Természettudományi Múzeum, hiszen sok filiájéja található az országban szerteszét, és ők is tagok. Hát ez egy kicsit ilyen érdekérvényesítő szervezet, kicsit kooperatív szervezet, tehát a, a ügyes-bajos dolgainkat ilyenkor meg tudjuk beszélni, új tagok felvételéről tudunk dönteni, és... Ilyenkor szóba kerülnek még olyan aktualitások, amit esetleg így a magyar múzeum ügyet érintik, és erről szükség van valamiféle együtt gondolkodásra. És hát ugye ezt a, ezt a közgyűlés sikerült idehozni, ami azért egy óriási dolog, hiszen 120 intézményvezető, illetve helyettes vett részt, illetve a Nemzeti Kultúrás Alaptól is voltak itt, illetve Demeter Szilárd is itt volt, ő ugye most a génius programot képviselt, aminek lassan a lezárása következik, ami egy rendkívül sikeres program volt, reméljük, hogy lesz folytatása is, hiszen meg tudta magát mutatni a vidéki múzeumok szövetsége, illetve a tagok, hogy miféle értékeket tudunk itt őrizni, és hogyha ha megvan hozzá a pénzparipa fegyver, akkor ezt 21. századi színvonalon be is tudjuk mutatni. A tanítási szünetekben, azaz az őszi, a téli és a tavaszi szünet idején ingyenesen tekinthetik meg a Munkácsi Mihály Múzeum állandó kiállításait a Békés Csabán tanuló középiskolások. Honnan jött a kezdeményezés ötlete? Ez még a garabonciás napok előtt volt, hiszen a vízmű jelöltje megkeresett bennünket, hogy az ő programjában fajsúlyos szerepet játszik a múzeum népszerűsítése, és hogy jó lenne valami együttműködést, akár a garabonciás napok alatt. Hát én, én, javasoltam neki, hogy ne a garabonciás napok alatt, hiszen az ifjúság akkor éppen nem azzal lesz elfoglalva, hogy múzeumba menjen, hanem a kampány, a programok, utána ugye a választás, és ami, miután megnyerte Hajdú János a diákpolgármesteri választást, utána elhívtam őt ide hozzánk a Munkácsi Mihály Múzeumban, megbeszélése még részt vett Valga Tamás alpogármester úr is, és én akkor javasolt, illetve kitaláltuk, hogy hogy akkor legyen így, hogy akkor a diákságot próbáljuk meg bevonni, és akkor így ezzel, ezzel az egyik kampány ígérete is teljesül, mi pedig szeretettel várjuk a, a diákokat a szünetekben. Amiről eddig beszélgettünk, az csak az elmúlt pár hét termése volt a Csabai Múzeum életében, de mi minden történt még 2023-ban? Hogyan értékelni ezt az évet? Rendkívül sűrű évünk volt, ugye nem minden probléma nélkül, hiszen ugye bezárással kellett kezdenünk az évet. Szerencsére munkácsi kiállítás azért látogatható volt, majd pedig utána ezt kvázi túléltük, és elég jó látogató számokat sikerült produkálni. Ugye voltak nagyon jó kiállítások, amik vonzották a látogatókat, ilyen volt ugye a Váci Múmiák kiállítása, de ide mondhatnám a, a Munkácsi Fürdőzik című kiállítást is, és ugye számtalan olyan rendezvényünk volt, ami hova rengetegen eljöttek a gyerekrajz kiállítását, dugig volt gyerekkel a, a Pátkai Ervin terem, és közel 500 alkotással jelentkeztek, akkor ugye itt volt a múzeumok éjszakája, ahol, ahol több mint 1300-an vettek részt nálunk, tehát ilyen még azért nem volt. Újraindítottuk a Torta mustrát, ahol nagyon jó visszajelzések születtek, és nagyon olyan kitűnő munkák, mind ízre, mind, mind látványra, hogy le a a versenyzők előtt. És ami külön öröm számomra, hogy ö, határokon túról is jöttek felvidékről, és neveztek erre a versenyre, és azt mondták, hogy jövőre is mindenféleképpen fognak jönni, de az ország más tájaira, például Győrből is érkezett versenyző, aminek én nagyon-nagyon-nagyon örülök, és hát ugye országos egyéb rendezvényt is rendeztünk, hiszen a természettudományos országos találkozó is itt volt Békés Csabán, egy gazdag program elemmel. Bővítettük itt a találkozót, és hát egész elkalandoztak Nagyváradig is. És ha már Nagyváradot szóba hoztam, ugye velük több eu projektben is részt veszünk, szeretnénk részt venni, pályázunk, régészeti projekt, felújításos projekt, egy kicsit digitalizációs projektekbe gondolkodunk, úgyhogy reméljük, hogy a megfelelő döntés fog születni majd a döntéshozóknál, és, és nyer, nyer a pályázat, akkor egy kicsit nagy évű tudományos és egyéb technikai fejlesztéseket is végig tudunk vinni, és ha már itt tartok, akkor tényleg a fejlesztések éve is volt ez, hiszen szóval a Gabona Múzeumban is uh, tudtunk egy kicsit fejleszteni, kicsit gépparkot megemelni, új kaput lecseréltük, illetve hát egy kapumúzeum is nyílt, ide hozzánk kerültek a székelykapok, aminek a második üteme majd valószínűleg jövőre várható, és hát uh, ugye otthont adtunk a Kolbász Fesztiválnak, részben ugye a Gabona Múzeum területein is zajlott a verseny, és hát rengetegen voltak, és ez is egy célunk, hogy a Gabona Múzeumot egy kicsit jobban bevinni a kulturális vérkeringésbe. És hát ugye itt voltak a Munkácsi Negyedes rendezvényeink is, hogy a társ intézményekkel közösen, gondolok itt a gyereknapra, az a Mihálynapra, tehát óriási tömeg mozdult meg, szerintem fantasztikus élmény volt mindannyiunk számára. Két könyvet jelentetünk, meg is kettő a nyomdában van, úgyhogy a tudományos élet sem állt meg. És hát ugye a kötelezően előírt minisztériumi láthatatlan feladatokat is elvégeztük, revízió, leltározás. Úgyhogy igyekeztünk, igyekeztünk, tartalommal megtölteni ezt az évet, tehát jó sűrűre sikeredett. Ugye Békés Csaba Munkácsi Mihály városa, és idén újabb berekékkel bővült a Békés Csabai Múzeum koronaékszere Munkácsi Mihály relikvia gyűjteménye. Melyek ezek az új relikviák? Így van, és szándékosan nem beszéltem erről előtte, mert ezt külön akartam szóba hozni, ugyanis Ett a podcastban jelentem be először, hogy két újabb berekével gazdagodott a múzeum gyűjteménye, ugyanis New Jersey-ben a Montclair History Center felvette velünk a kapcsolatot, és két olyan ö, ilyen brosúrát ajánlott föl ö, adományként, ajándékként, ami Munkácsi Mihály két művét mutatja be az amerikai nagyközönségnek, illetve a művésznek az életútját. Ezt a, a menedzsere nyomtattatta és fordította le angol nyelvre, hogy a, a Krisztus a keresztfán van, illetve az Ece Homo brosúráját kaptuk meg, és már meg is érkezett, feladták levélbe, és megérkezett. Tehát nekünk ilyenünk nem volt, és Magyarországon sem nagyon tudok, hogy, hogy került. Ez pont az amerikai közönségnek lett ö, készítve, őket célozva, meg is, meg is tert, megismertetve a, a mesterrel, és ö, sikeres volt a manőver, hiszen Amerikában még mindig sok munkácsmű került, illetve található, sőt, mi több újjak, azok valószínűleg ott ott, ott, esedékesek, hiszen magánszemélyek vásároltak tőle, és ezek még valószínűleg mindig a magángyűjteményekben vannak. Tehát ez a legújabb, és hát sikerült egy hajerekét is vásárolni. Erről tudni kell, hogy a rök család két hajerekjét birtokolt, illetve két hajerekét vittek el a, 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 ravatarról. Most mind a kettő Munkácsi Mihály Múzeum gyűjteményében van egy kézzel írt levelet sikerült megvásárolnunk, ahol a titkárának írt, és ez azért érdekes, mert ismertek olyan levelek, amik, amiket a titkára írt, és Munkácsi írt alá, ezt azonban a titkárának Munkácsi saját kezűleg írt, a pont valószínűleg a Honfoglalás című képkészítésével kapcsolatos teendőkről beszélt benne. Egy eddig ismeretlen fényképet is sikerült, vagy hát nagy ritka, nagyon ritka fényképet sikerült megvásárolni, illetve a munkácsi fürdőzikben jól bemutatott egyik rajzot, amit ami osztendében készült, azt, azt megtudtuk. vásárolni, és a, a birtokos az eladásra kínálta föl, és számolgattunk, összeraktuk a kis pénzünket, és kiderült, hogy meg tudjuk venni, akkor azonnal lecsaptunk rá, úgyhogy ki is emelte onnan a galéria kínálatából, és rakta nekünk, hát most már ez is a gyűjteményünket gazdagítja. Egy ilyen különleges relikvia szállítása, hogyan képzeljük el, milyen biztonsági intézkedések mellett adnak postára, adják postára a tengeren túlról? Hát úgy mondja, ilyen biztonsági borítékban helyezték el, és úgy tűnik, hogy számukra ez nem volt olyan különleges, mint mint mi számunkra. Nagyjából így, tehát egy, egy tértévevényes, nyomkövetővel ellátott küldeményről volt szó, aminek figyeltük, hogy merre jár, és most már meg is érkezett, meg is tekintettük, és hát de izgalmas, mert mi tudtuk az élet útját, de most megláthattuk azt, amikor az első 19. századi menedzser hogyan próbálta nyomni az ő pártfogoltját. Ezeket a relikviákat mikor láthatjuk a Csabai Múzeumban? Akkor még egy titkot árulok el, lesz, illetve kettőt. Lesz egy új szerzeményi kiállításunk bemutatója a jövő év januárjában. Mivel szakmai kérdésekbe igyekszem nem bele folyni, és beleszólni, én gyanítom, hogy ezek az relikviák is egy egységbe fognak kerülni, illetve a következő évkönyvünknek az ötlete már megvan. Ezek, ez pedig pont a relikvia gyűjtemény lesz, úgyhogy ezt fogjuk bemutatni egy könyv formátumban, az összes Békés Csabán található munkácsi relikviát szeretnénk megismertetni majd a közönséggel. A DNS vizsgálatot nem számítva, egy ilyen hajtincsről hogyan tudják megállapítani az eredetiségét? A mi szempontunkból ugye a Rögt családnak volt egy fotóalbuma, ami szintén éve a Munkácsi Mihály Múzeum birtokába került egy felajánlás révén, ahol van is fénykép Munkácsiról, és ott van bizony ez a két erekje, hogy, és hátulra rá is van írva, hogy ki hozta melyik rök családtagnak, tehát megbízta. Tehát aránylag jól dokumentálva van ez, és ez a mind a kettő, ami korábbi felvételekkel és korábbi iratokkal igazolható, az most a mi birtokunkban van. Elképzelhető, hogy ha a tengeren túlon nagyobb nyilvánosságot kap Munkácsi Mihály neve, akkor még több felajánlás, még több relikvia érkezhet Békés Csabára? Jó lenne, jó lenne, bár szerintem őt azért ismerik a tengeren túlon. Nekem más terveim vannak a tengeren túllal kapcsolatban, és Munkácsival kapcsolatban. Hát ez nagyon komoly szervezést igényel, nem is szeretném elkiabálni, mert, mert szinte a lehetetlenre vállalkozzom, de, de meg, meg, megpróbáljunk. Akkor ezt a témát nem számítva, 2024-ben lehet überelni az idei esztendőt? Szerintem lehet. Egyrészt ugye azzal, hogy már ugye nem, nem zárással kezdünk. Ráadásul ugye Munkácsi Mihály születésének 180. évfordulóját ünnepeljük jövőre, és kvázi munkácsi év lesz. És igyekszünk olyan tárlatot, olyan kiállításokat, olyan programokat szervezni, ami, amivel egyrészt nem túljuk túl, másrészt pedig újdonságokat hozunk. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez nálam ez nagyon becsípődött, hogy mindig valami újat, ami eddig még nem láttunk, vagy, vagy más szemszögből nézzük meg, valami ilyesmi tárlatokat is meg kiadványokban is gondolkodni kell, és lesz egy új munkácsi kiállításunk, ami, ami majd februárban nyílik, nagy kaliberű, nagy volumenű munkát, hát sajnos az egészet, az igazit nem tudtuk elhozni, de a felesvázlatot és a szénvázlatot elfogjuk. nevesítem, a Honfoglalás című munkájáról van szó, és hát azt elfogjuk hozni, meg lehet majd itt tekinteni Békés Csabán ez egy izgalmas, és, és, nem mindennapi dolog lesz. Visszatérve még egy idei programhoz, a Munkácsi Múzeumnak volt egy pályázata, ez a Békés Vármegye természetfotója 2023 című pályázat volt, melyen a szakmai dönnököknek nehéz dolga volt. Nem ígyeltem a zsűrit, ö, fantasztikus ö, fényképek ö, születtek, és ö, tényleg le a kalappal a, a, a fotósok előtt, mert, mert volt olyan, aki több munkával is, is pályázott. Ez egy első lépés volt, ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és nagyon remélem, hogy az idei, vagy hát a 2024-es évben akár még több jelentkező lesz, és a mi nemes feladatunk pedig az lesz, hogy megfelelő támogatókat is találjunk, hogy minél értékesebb, szebb díjakat tudjunk kiosztani. A kiállításokon kívül milyen programokkal készül a Csabai Múzeum 2024-ben? Hát ugye a úgymond a kötelező programokon, mint a gyermeknap, illetve a múzeumok éjszakája, ami általában az évfénypontja nálunk, azon túl szeretnénk visszahozni a vitézi játékokat. Valószínűleg, sőt biztos, hogy nem május elsején, elég sűrű ez a májusi, május elejei program, úgyhogy nem, nem vált be valószínűleg június valamelyik hétvégéjére fogjuk tenni a vitézi játékokat. Jó lenne újraindítani, nagyon szerették, és hogyha jó volt az idő, akkor rengetegen voltak. Hát ugye ez egy időjárás függő rendezvény, úgyhogy itt érdemes abba gondolkodni, amikor tuti napsütés van. A előadók ezt majd ki fogják bírni a páncélban, de jobb, mint az eső lenne ez lesz, illetve amit szeretnénk visszahozni, a tortamustrát jövőre is szeretnénk megrendezni, annyi változtatással, hogy novemberben, és hát ugye mostanapokban a napokban kerül kiírásra munkácsi torta, újra szeretnénk ezt is indítani a várossal közösen ezt a, ezt a nemes vetélkedést, és lehet majd rá jelentkezni. Hát itt főképpen profi cukrászok jelentkezését várjuk, hiszen azért itt vannak elvárások, hogy, hogy bizony ezt árusítani is, illetve elérhetővé kell tenni. Most szerintem a néhány órán belül már meg is jelenik a kiírás, és remélem, hogy minél nagyobb számban fognak versenyezni. A zsűri összeállítása már folyamatban van, két mester cukrász már elfogadta a felkérésünket, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon jó kis vetélkedő lesz belőle, és a zsűriben még fenntartottunk egy helyet a közönségnek is, úgyhogy ezt majd valamilyen játékisorsolás keretében fogjuk majd kisorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, aki, aki részt vehet majd ebben a döntési ö, folyamatban. Én most végig zsűriztem a tortamustrát, embert próbáló feladat, de nagyon finom. A múzeum évkönyvéről már beszéltünk, de gondolom nem ez az egyetlen nyomdatermék, mely 2024-ben megérkezik a csabai közönséghez. Így van, hiszen ugye 13-án mutatjuk be a Ért csabai értéktár című kötetet, ahol a csabai értéktár elemeit mutatjuk be, és ez egy ilyen eklektikus mű lesz, hiszen a, a téma szakértői fognak megnyilvánulni, nem feltétlenül a múzeum alkalmazásában nekünk nagyon nagy előnyünk, hogy 2013-ban váltottunk a kiadványozási stratégiával, és most már a Munkácsi Kapricsó című kötet is elfogyott a polcokról, mi sem tudjuk már árosítani, ezért újra nyomtuk. Óriási rá a kereslet, úgyhogy ez meg fog jelenni következő évelején, és ugye egy 1848-49-es tematikájú könyv is meg fog jelenni, ami, ami, az országos események mellett a Békés megyei személyeket és eseményeket is bemutatja. Én azt gondolom, ez hiánypótló munka, és ugye a stílus az ugyanaz, mint, mint, mint 13 óta megszokott, ez a tudományos igényű ismeretterjesztő kiadvány, ez valószínűleg március 15-én fogjuk majd bemutatni. És hát ugye ez is egy fontos újításunk volt idén, hogy végre lett múzeumi boltunk, ahol igyekszünk ma a bővülő választékkal így rendelkezésre állni, és én melegen ajánlom, hogy akár így karácsony előtt, ha nincs ajándékötlet, akkor érdemes felkeresni, hiszen, hiszen egy-két könyvet mindig lehet ajándékozni, és ez egy jó, jó dolog, így olvasgatni a fal, kicsit megnyugodva, akár a kádba olvasgatni, vagy a fa mellett, az egy, jó, egy nagyon jó dolog. Mi lehet a munkácsi kapricsó titka, hogy ilyen hamar elfogyott? Hát ugye egyrészt munkácsi, már egyrészt Munkácsi. Tehát Munkácsi Mihály beégett ide Magyarországon a, a, a kultúra szeretők agyába, illetve hát ugye a mi, nekünk ez is a küldetésünk, hogy az ő, az ő, művészetét minél szélesebb körben ismertessük, és tényleg ez is egy olyan kiadvány volt, ami, ami nem csak a kiállításhoz hasonló, is már előszere volt a kiállításnak. Tehát nem csak önmagában munkácsit mutatta be, illetve az ő életét, művészetét, hanem belehelyezte egy adott korba. Egy idővonal segítségével szinte ugyanúgy előképe tényleg a, a kiállításnak. És ez egy teljesen újszerű megközelítés volt, és szép képek vannak benne, nagyon jó szöveggel. Tehát ez egy abszolút egy, egy sikerkönyv. És ezt felismerték az olvasók annyira, hogy gyorsan is kapkodták, úgyhogy muszáj volt újra, újra kiadni, és de ennek nagyon nagy örömmel tettünk eleget, és tényleg ez egyedülálló a, a magyar muzológiában, hogy, hogy múzeumi évkönyvek utánnyomásért kiáltanak, hiszen eddig mindig az volt a probléma, és most is ez a problémánk, a például vannak olyan kiadványaink, ami 70-es években készült, és nem tudjuk eladni, mert annyira szakmai, hogy aki, akinek már kellett, ő, már képben van, vagy éppen már elavult eredmények vannak benne. Néprajzos, nem feltétlenül kíváncsi a régészeti eredményekre, a régész a történeti eredményekre, a későbbi történet, modern történeti eredményekre, tehát kicsit, kicsit ezen változtatni kellett, és ez, ez bejött. Van egy ikonikus fotó Munkácsi Mihályról, melyen önfelettem mosolyog. Ez az egy fénykép hozzájárulhatott ahhoz, hogy Munkácsi ennyire népszerű lett? Én szerintem lehet, hogy ez is benne van. Ez ugye Ebből a szempontból én nem néztem, én mindig csak a, 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 a műveinek a színvonalát ö, emelem ki, mert az viszont aki látja, tehát az, az azt mondja, hogy hó, dob egy, na, dob egy hátast. Ö, és ugye ő volt az, aki már életében befutott, ő volt az, akinek menedzsere lett, és tényleg olyan fantasztikus minőségben alkotott, ami, ami máig, máig él, és máig ér. Kérdés ugye, hogy, hogy, a korai halála miben akadályozta meg, ezt már soha nem fogjuk megtudni. Soha nem fogjuk megtudni azt sem, hogy a későbbi művészeti ágakhoz ő hogy viszonyult volna. Ezek azok a kérdések, amikre nem lesz válasz, de, de ez az életmű, amit ő lerakott az asztalra, ez, 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 ez ott van a legmagasabb polcon. És szerintem ez önmagáért is beszél. És idén a Munkácsi Múzeum nem csak belül, de kívül is változáson ment keresztül. Mi volt ez pontosan? Egy apró, de fontos változtatást kellett végrehajtani, hiszen a főbejáratunk lépcsőjénél az idősebb generáció egyre nehezebben tud lejutni, bár van rámpa is, de, de nem mindig veszik igénybe, ezért egy korlátot helyeztünk el, illetve a pénztár melletti lépcső mellé is egy, egy őket segítő korlátot helyeztünk el, amit, aminek nagyon hálásak, és nagyon időszerű volt már, hogy ezt, ezt meglépjük. És hát kívülről várjuk majd a döntést, hogy hogy mikor kezdhetjük meg a, a homlokzat felújítását. belül pedig mindenféle felújítási munkákat azért elvégeztünk, hiszen a lámpa, lámpacseréket hajtottunk, végre elektromos rendszert egy kicsit javítottuk, a kollégák jól létén is igyekeztünk javítani, hogy megfelelő eszközpark rendelkezésükre, úgyhogy igyekeztünk, ami, ami csak erőnkből telt, azt, azt fejleszteni azért egyrészt, hogy a látogatói élmény is jobb legyen, illetve a kollégáknak a munkakörülménye is kicsit magasabb színvonalra kerüljenek. A Munkácsi Múzeum gyűjteményének a tárgyai nem csak a csabai, illetve a megyei kiállításokon szerepeltek. Kölcsönadtunk Amerikába egy három turnés kiállításhoz néhány tárgyat, ez a bronzkori urnát és a mellékleteket, és New Yorkban kezdett, és Chicagóban van most, és megy tovább Kanadába. Na most ez számunkra ez azért jó dolog, mert hogy beszélgettem a kurátorokkal, a chicagói kurátorokkal, most olyan több mint 100 ezer látogatónál járnak, ami azt jelenti, hogy 100 ezer látogató találkozott a Munkácsi Mihály Múzeum nevével, hát ebből, hogyha 10 eljönnek, akkor nem van nagyon örülünk hát valószínűleg ennyien nem fognak, de azért nagyon fontos, hogy, hogy, tudjanak rólunk, és hát soha nem lehet tudni, lásd ezt a munkácsi relikvia esetet, hát hogy akár a tengeren túlról is megkeresnek bennünket valami izgalmas dologgal, vagy akár egy izgalmas együttműködéssel. De szerepeltek tárgyaink a Magyar Természettudományi Múzeum egyik kiállításán is, illetve Székesfehérváron a Nagy Árpád koros Királyok és Szentek című kiállításon is, ahol szintén-szintén rengeteg ember Találkozott a mi gyönyörű régészeti leleteinkkel. Vendégünk a Békés-Csabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bács megi Gábor volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást.